Na mindegy. Azért ez pompás kekasé. Nagyon jó. Azt hiszem, ez az az utca, ahol be kéne mennünk. Most lehet, hogy rossz felé jöttem. Akkor tihajba kötünk ki. Megérkeztünk Balatonfüredre. Bár ez régi nevén Balaton-Arácsi állomás. Valamikor ez volt a legszebb állomás az egész Balaton vidékén. Nekem most is az. Ahogy benőtte itt minden magát. Te jó Isten! Aha, de régen jártam erre. Akkor elengedjük a nénit. Nem, hát tessék menni. Nem, most egyszerre fogunk jönni. Köszönjük. A bokortól nem nagyon. Le kéne nyírni. Beszóljak nekik, hogy régen nyírtátok a bokrot. Hoppá, várj, Dodó. Mi jövünk előbb. Most egy másik úton megyünk, nem az fő úton. Hanem akkor most fölmegyünk a Koloskához. Ami egy csodálatos kiránduló központ. Sok-sok éven át tervezték, hogy oda tüdőszanatóriumot építenek, de valahogy soha nem jutott rá pénz, mert csodálatos levegőjű. És az az utca, ahol fölmegyünk majd, nem is tudom, mit mondjak, olyan különleges levegője van az utcának, hogy ott délután 5 órakor akármilyen kánikula van, elkezdődik egy olyan hűvösség, hogy kabátot vagy kendőt, válkendőt kell fölvenni. Az ott már a Koloska, de gyönyörű, csodálatosan szép. Itt is ez a katolikus templom, ez a posta, és most bemegyünk a Béke utcába, a csodálatos levegőjű Béke utcába, és a Koloska csárdához visz bennünket. Itt is megváltoztak a házak. De hát mi gyalog szoktunk ide följárni a háztól, mert ez volt a napi sétánk, hogy fölmásztunk a Koloskába. És amikor kirándultunk és szalonnasütés volt, az is gyakran előfordult, a férfiak fölpakolták a sört, és ott vannak sütögető helyek. Milyen csodálatos, nem? Hát gyönyörű. Hogy az első Trabantom óta, amióta azt kinőttem, csak Suzuki-m volt. És abban az időben 2 évente cserélhettem, megengedhettem magamnak ezt a luxust, és amikor egyszer egy alkalommal ugyancsak vittem vissza, beleültettek egy vagonerbe, és beleszerettem. Nem akartam elhinni, hogy ez nekem ilyen kényelmes. Hát imádtam. Bár az előzőeket is nagyon szerettem. Az anyukámat sokat, hála Istennek, 84 éves koráig élt az anyám, és mindig vittem. De a Suzuki Wagoner az olyan volt, hogy az anyukámnak nem kellett külön a lábát berakni, hanem egyszerűen be mennyei volt, és nekem is. Előadásaim vannak, 2 színházban játszom, vásárolni járok rendszeresen, és az igazság az, hogy előadás után még élvezem is a vezetést, mert akkor nincs az a tömeg. Többnyire a Hungária körúton járok, amit nem kell bemutatnom forgalmilag, hogy azzal megyek a Turaida színházba. De visszafelé olyan, hogy mámorító nekem, letekerem az ablakot, és élvezem a város kivilágítva gyönyörű Budapestemet, imádom. És úgy szeretném fölhívni az emberek figyelmét, hogy hova rohansz, Dodó, szoktam mondani az autóba, Dodó, ne menj, mert rossz vége lesz. Hova az anyád kinyába sietsz? Nem veszik észre a szépségeket, a gyönyörűségeket. A másik, hogy megszűnt az irányjelzés. Hát arra is szoktam mondani, arany apám, már is ízületi gyulladásod van. Anyukád meg milyen szomorú lehet, ugye? Hogy a kis kezeddel nem tudod, te szegény angyalom, így elbeszélkedtek magamba. Mert egyszerűen megszűnt az irányjelzés. Miért kéne nekem tudni, hogy ő merre megy? Hát ez is baleset veszélyes.
Azért ez pompás kikasi. Nagyon jó. Szép is, jó is, kényelmes is. Elcserélném az enyémet. Ezt utálom. A vasúti síneket, ahol naponta vannak a balesetek. Ne gyere ki, Dodó! Maradj ott! Igen, azért egyre inkább azt hiszem, hogy meg tudnám szokni. Tényleg évek óta nem voltam itt, és most ez az idő. Hát nincs szerencsém, de nem kiabálom el, mert még lehet gyönyörű napsütés. Ez itt a Gödrös, ez szabad strand, legalábbis az volt eddig. Ott lehetett parkolni, hát most nincsenek, de máskor dugig van. Itt fekszenek az emberek egymás hegyén hátán. Én is köztük voltam, nem egyszer. Csak a parkolóért kellett fizetni, nem tudom, hogy ma hogy van. Nagyon régen nem voltam itt, 3-4 éve, biztos. De hát gyönyörű a hely. Gondolom, hogy most szomorúak az eladók, mert hát az idő nem alkalmas a nyaralásra, de a hely maga gyönyörű, még így is csupaszon, meg hát ez a kis autó se kutyafüle, ugye? Ami itt áll mellettem. Úgyhogy ez egy úri gesztus, ugye? Az egész egy úri nap, ez a mai. Nagyon jó. Élvezetes, szép minden. Lehet kapni, most is nyitva vannak az árusok, de hát mi majd valahol talán egy kis halat eszünk, ha lesz rá érkezésünk. Most egyelőre kiélvezzük ezt a szépséget, ami itt körülvesz bennünket. A nap is kisütött egy picinke időre, úgyhogy most élvezzük. Nagyon jó. Sajnos az időjárás közbeszólt, és a hal étkezés, amit elterveztünk, nem jött be, mert félig az esőben van a terület, ahol fogyasztottuk volna. Ezért kerestünk egy éttermet. Itt a Tagore sétányon, gyönyörű helyen, gyönyörű, gusztusos, szép asztaloknál. Itt fogunk étkezni. Nagyon jó nap volt az eső ellenére. Sokat nevettünk. Az autót csillogtattuk mindenütt, és most egy jó ebédet fogunk enni. Mindenkinek jó étvágyat! Sajnos eljött a búcsú ideje. Élveztük ezt a gyönyörű kirándulós napot, bár hol esett, hol sütött a nap, de ezt mi nem éreztük, mert ez az édes kis jármű itt állt készenlétben és várt bennünket, mindenhonnan elvitt. Gyönyörű útunk volt, nagyon szép nap volt. Nagyon élveztük, most ettünk egy jó ebédet. Mindenkinek ilyen túrát kívánok. Ilyen csodagépjárművel, mint amilyen ez. Minden jót mindenkinek. Szerencsés vezetést!